Jó napot, kedves időközönség! Én Matabarra vagyok! És ez itt a Space Alien Storm Sentinels következő része! Most, hogy mindenki traumatizáltam egy életre, a legnagyobb, hogyha emlékeztek, nem is kaptam vissza a pénzen, na mindegy, megérte. A legnagyobb, hogyha emlékeztek, elmentünk a Közel-Keletre, ahol ledaráltunk egy rajtaütést. Találkoztunk bár láthatatlan ellenséggel, de néhány újraütéssel megoldottuk. És visszajöttünk egy valak pénzzel. Az inventory managementet nagyjából megcsináltam, mert ki kellett szelektálni, hogy melyik páncerekeny lőszer, melyik páncerekenyhez jó. És ez egy kicsit mazrás volt, mert össze-vissza kellett rohangásznom a két szoba között a páncerekeny puskákkal. Körülbelül úgy állunk, hogy erét Svetlana, még akarok venni valamit, ami nem ez. De mondjuk nem az a förtelmes Sentinel egyenruha. Ja, ez a raktár, nem a bolt. Ez a bolt. Na. Tehát valamit, ami nem ez az egyenruha. Német. Nem. Nem. Ezek nem. Nincs ilyen kávéde egyenruha, szörnyű. Német mesterlövész. Ez inkább emlékeztet Ragnar Lodbrokra. Na mindegy. Lehetséges, hogy maradni fog ez. Mert ez egyébként zabálja a pénzed, mert nem tudom csak kipróbálni a ruhákat, hanem fel is kell rá raknom, és akkor már elviszi a pénzemet, és kevesebbért tudom eladni. Hogy néz ki ebben? Ez, imádom, ez lesz az. Dr. Svetlana megérkezett. Na! Vettem Svetlanának egy testpáncélt, szintén vettem egyet Abalának, közepeseket, azt hiszem ezek közepesek. És továbbá. Elég Svetlana Sniper Kleinéhez vettünk egy valaglőszert. Valamiért még nála van két rakéta, ezek el akartam adni Abalának. Csak Svetlana és Kenko lesznek páncerkeinekbe, mert nem szeretek túl sokat használni belőlük, mert igazából elveszik a fánt a játékból, hogyha mindenki sebezhetetlen. Na. Tehát. Az új jó bazukáinkat kiosztottam Nessinek és Abalának. Paco nem kapott semmit. Kenko kapott pár tárat. Suk megkapta a piatunkat, ami volt a raktárban, megkapta az egyetlen páncélőtő rakétát hozzá. Igen, megvettem a testpáncélokat, és körülbelül ennyi történt. Úgyhogy. Ja, igen, és Abalának adtam egy ilyen tárat, mert ebbe 250 lőszer van, és ez bőven elég lesz a karabélyához. Úgyhogy. Igazából minden mást eladtam, mert nem kellett. Gondolkozom, hogy vegyünk-e Abalának egy jobb puskát, de igazából ez tökéletesen megfelel, mert még van valami páncéltörő ereje is. Svetlana fogja vezetni ezt a pink cukikát, azt hiszem azért, mert az alapból is egy sniper páncerkány, meg jó ki van festve. Úgyhogy ezzel fog lőni. Ezen a páncerkányon egyébként van egy másik mesterlövész puska, viszont az szarabb egyszerűen a miénknél. Kenko pedig vezesse, igazából ezek mind ugyanolyanok egyébként, és ugyanazt a fegyvert használják, amint látjátok. Igazából akármelyiket vezet, de így természetesen mindegyiket megjavítottam, mert ugye ingyen van. Vezesse ezt, és Svetlana kapjon egy gránátot, miért ne? Csak a biztonság kedvéért. Nem tudunk oda menni. Gyerünk! Dobd át neki! Ha! Na! Tehát ezzel a squaddal fogunk menni, és... Választottam küldetést? Nem kellett volna küldetést választanom? Várjunk, szévejünk egyet. Ja, nincs küldetésem, beszélnem kéne Borisszal. Gyerünk, Dr. Svetlana, a rendelőbe. Boris! Jaj, ne az arcod! You should be very proud of your work. Glad you noticed. Dat párbeszéd. Na tehát, van egy terület. Van valami szállítmány, terszállítmány. Á, ide vitték az összes náci titkos tudományt. Összes náci lézerágyút. Vagy oda menjünk, vagy menjünk egy bankhoz. Ó, oh, egy céghez, amit Valhalla LTD-nek hívnak. Egy kis Svájc? Ne! Csak Svájcot ne! Egy kis svájci városban van. Azt mondják, hogy itt lopakodnunk kéne, és én abban nem vagyok jó. Menjünk ide. Páncerkenek és látható fegyverek nélkül mi? Paco meg az MG-je mit csináljon? Dugja fel a seggébe? Bár igazából... Ja, kb. Na.
Később már lehet, hogy több ember is be fogunk rakni páncélkejnek, be talán még kettőt. Viszont egyelőre ennyi. Meg az a helyzet, hogy ezek a géppusiak már esetleg erősek, meg ki lehet velük nyírni az embereket, de nem igazán jók. És elsősorban majd venni fogunk egy erősebbet, hogyha lesz rá pénzünk. De jelenleg nincs. Na, Lengyelország. Ó, oh, tehát Lengyelország, Moszkva, oké. Okay. Csináljunk egy random encounter-t? Nem, itt már csináltunk egy csomót. Letesztelhetnénk a PK-kat, de nem. Na, itt körülbelül ugyanaz van leírva, oké. Okay. Na. Lássuk! Á, itt lopakodok. Jó estét! Boris keresném. Nem, Dr. Svetlana. Dr. Svetlana Molotov vodka. Keresztül sétál a kapu! Á, tehát a Hammer is itt van. Bitch please! What? The fuck? Is rigged to blow. Better make this clean and quick or there won't be any documents left. Fuck, éppen rá akartam lőni a hordókra. Svetlana, miért? De egyébként közébe sétáltál te egyedül. Míg a csapat hátul van. Na, de legalább nekik talán lesz alkalmuk egy kicsit lopakodósabban haladni. Snookkal beugrunk kerítés felett. Gyerünk, Snook. Ajaj! Na jó, nem. Tudom, hogy egy kicsit sokat töltögetek újra már, de elegem lett ezekből a hülyeségekből. Tehát azért észrevette volna mondjuk, amikor átugrott a kerítésen végül, és azért ő a fucking felderítő. De... mi? Ó, oh, hogy nekik van épjük, miután rájöttek az előző Svetlanára a cutscene-ben, oké. Okay. Legalább elment a hordóktól. Na mindegy. Svetlana. Ezért imádom a Sniper Klein-eket. Az pedig egy Sturmgewehr, oké, okay, lesz fegyverünk, nem kell venni. Bár AK-kat még nem használnak, most igazából az lenne a hasznos. Abala és Paco Svetlanát fogják támogatni. Nessie pedig Snookot. Ja, és Kenko megy be az ajtón. Ó, akkor Pakóra szükség se lesz itt. Akkor Pakóval is majd átmázunk a falon, amikor biztonságos lesz. Na, ki szeretne ráállni Svetlanára? Svetlana, szarik rátok. Fuck, Nessie! Nessie itt van? Nem, Nessie nincs itt. Át tudnám dobni az egyik nehéz gránátját akkor a falon. Az ott viszont az, hogy PK lesz, mert egy eléggé nagy... Nem, csak egy bazukás fickó. Vagy nem, az egy Panzerfaust. Olyan távolásért sincs. Szerintedjük, főleg, hogy sniperrel vagyunk. Pakóval lehet, hogy még mindig át tudunk oda dobni egy gránátot. Oké, okay, meg fogjuk lőni ezt a hordó tömeget, nem érdekel. Várjunk, mi a küldetésem? Számoljuk fel az ellenállást, oké. Okay. Akkor felszámolom az ellenállást, úgy érzem. Ez egy jó megoldás lesz. Mind a három, hogy néz, szegények. Bum! Mi a Panzerfaustos? Vétlenül elsütött a Panzerfaustját? Az jó lenne. Róla sokáig tart újra tölteni őket nyilván. Abala. Nem, először is. Paco. Nem szereltem meg az MG-jét. Fuck, nem szereltem meg a fegyvereket, amíg a bázison voltunk. Na mindegy. Remélem eltaláltuk őket. Ja, benézhetem volna Snookkal. A következő körben benézünk akkor. Addig messzi is ide ér kb. Nagyjából. Kenko, te tudod lőni ezt a falat? Ja, csak ott van Abala. Őt nem fektettem el. Vagy? Nem tudod előni. A kaput azért nem tudja.
Bár valószínűleg becsapódnak kapu az első, vagy kinyílnak kapu az első lövéstől, na mindegy. Lássuk, mire képes Mr. Panzerfaust, te minden látó. Mi volt itt egy robbanás? Akkor jövök én is! Ó, oh, dragok, oké. Okay. Nem, mert a sniperkainál nem bírnak el. Svetlántól a világ összes terüldje sem ment meg. Ami azt jelenti, hogy totál lepattant rólad. Az egy kamera ott az elején? Vagy valami selfie bot? Úristen, de korszerűek vagyunk. Na, hogyha mindegyik épületben négyen vannak, és ebben ugye négyen voltak eddig, akkor... hogy meglepődött! Oké, okay, kinyílt az ajtó! Jaj, ne, egy Kenko! Hogyha mindegyikben van a négyen, akkor 4, 8, 12... Ez kétszer akkora szóval mondjuk, hogy 20. Ez szintén jó nagy szóval mondjuk, hogy 28-an lesznek kb. Abban a kicó, oh fuck! Pakónak sincs épülje. Ne, neki sincs épülje leugrani! Oké, okay, Snook először is. Először is törd meg az új köztársaságot, hogyha már ott vagy. Na lássuk, mit látunk. Ó, csak ezt a fickót. Jó, akkor Abala. Na én is ezt mondom. Na jó, akkor lőj kettő. Hogy visszapacsan szegényke? Na, Snook. Hogy a fucking büdös életbe? Ő a felderítőm. Téged foglak kivégezni. Abba le! Kenko, bonsd el a falat! Oké, okay, találat volt. Ó, oh, testpáncél volt rajta. Már nincs. Svetlana! Nessie! Itt ugorj be, mert ott kiszúrnak a láthatatlan emberek. Akiket megöltünk. Szóval valószínűleg nem szúrnak ki. Maradj ott, fedezd Snookot. Jő Snook, nem Snook! Miért emlékeztem Snookra? Jó! Oh, újra töltött. Szegények. Mint csak magamat látnám két küldetéssel ezelőtt. Lássuk, hogy lesz annyi ez, hogy felszedje a Panzerfaustot. Aha. Nem. De! Felszedte. És ő vette a sturmgeverét. Ez kezd humoros lenni. Na mindegy! Na, hogyha én ott vagyok, akkor nem lesz humoros. Na mindegy! Na, gyerünk, gyerünk, szét akarom lőni a fejét! Gyerünk, engedjétek oda Svetlanához! Imádom ezt a Sniper Client! Amiket repülnek az emberek! Fejhelyén ma nem marad. Ó, hát ott csak megvakult! Jó, ő lett besztaloidozva! Tehát ő túlélt, hogy leszaptuk a fejét! Ups! De reméljük, hogy nem ott voltak a dokumentumok. Abala! Nem, nem nézünk át, ami azt illeti. Ebben ezen gondol... Szerintetek átugorjunk a kerítésen? Ittben volt egy fickó, aki legutóbb kinyírta a szukat. Mi lenne, hogyha odavágnánk Messivel, egyről nem kell az RPG-t, odavágnánk egy gránátot, hogy úgy nagyjából kivinni az ablakot a helyéről. Na, csak az üveget törte ki. Na mindegy, de erre lehet, hogy ki fog jönni a fickó. Eközben Abala, nézd be! Ó, oh, halott. Ó, oh, egy ingyen FG42-es remek. Itt nincs senki, ha jól látom. Benne tudsz elfordulni, na azért.
Á, ez a fickó lát minket. Akkor őt viszont ki kéne végezni. Mert Svetlanával már lőttem. Ez nem jó. Á, Paco. Át a falon. Beragadt az MG. Of course. Na mindegy. A sturmgevér nem ragad be. Meggolpéltuk. Abala, tudsz lőni egyet? Egyet tudsz. Oké, Abala Nátor visszatért. Régi formájában van. Az egy Thompson. Tetszik, hogy szegények Thompsonokkal rohangászni, még lassan AK-kkal. Aztán megfordult a technológiai mérleg. Belőledném a bazukával a falat, de nem látom értelmét. Azt hiszem, a következő körben benézünk ebbe a szobába Nessie-vel. És őszintén, de nem hallnál meg már csak a látványtól, amikor észrevennéd, hogy Nessie benézett a szobádba? Ott áll Nessie az ablakban és néz. Na, Mr. Steroidban még úgy tűnik szufla is van. Na mindegy, legközelebb kivégezzük. Még egy headshotot nem él túl. Remélem, 200 damage azért sok egy kicsit. Emlékszem, a Silent Hunter, a sima Silent Stormban volt egy ilyen modifier, hogy... A headshotok insta killeljenek. Abalát kinyírta ez a fickó, aki kiugrott az ablakból. Hátulról fejbe lőtte. Abala hiányozni fogsz. Úristen, ez meg hogy halt meg? Ráadásul feje nélkül, mit partizik már a hulla? Bosszú. Azért nézd meg biztos halotta. Tudod, double tap. Köszönjük! Köszönjük, Nessie! It is understood. Puff. Jaj, a fenébe a bala. Tökéletes lett volna ez a küldetés. Na mindegy, az van. Nem értem volna mondjuk, hogy egy fickónak az az első ösztönöm, hogy kiugrok és elnézek a másik irányba, mint amerről a robbanás jött. Meg még mindig... Nem tudom, hogy nem láttuk meg, na mindegy. Mert eléggé közel volt azért a fucking ablakhoz, és átugrottunk a kerítésen. Ó, egy MG. Az egy RPD? Na, mondjuk ez gyorsan lesz, mert itt van Kenko is. Meg Paco. Igazából itt van a teljes Terminator különítmény, nincs, Nessie kéne hozzá. Fuck, és abból a testpáncél sem tudom leszedni. Most vettem, vagy 20.000 dollár volt. Ha jól működött. Ó, Svetlának újra kell töltenie. Ide tudsz egyet lőni? Ja. Ó, nem ért el. Ott valami viszont volt. Mert látom a vérfröccsenést. Szuk. Ott nincs senki. Jöjjünk el erre. Megpróbálunk erről az ellenség hátába kerülni, mert itt valaki kijött ezen az ajtón. Ott ezek szerint kb. Kinyírtunk valakit. Meggondolta magát. Hát reméljük, hogy nem a tetőn voltak a dokumentumok. Jó. Kenko. Nem. Paco. Patony föl. Gyere ide. Mi a... What? Ó, egy láthatatlan ellenség. Most már meg is vakultunk, szóval nem is fogjuk látni. De mi a büdös élet? Mi van ezekkel a láthatatlan rohadékokkal? Mondjuk most... Jó, ez most kivételesen legit volt, mert azért nem látunk, mert a fejünk az ugye itt volt valahol, ő meg át tudott látni itt. Ezen a lyukon. Valószínűleg Google ebben az esetben. Azért megpróbálunk rálőni úgy, mint hogy állna. Ó, talált. Akkor állt. Akkor viszont totál búsít, mert akkor nem láthatott volna őse.
Nessie. Látszott benn valakit? Nem, akkor ugorj be az ablakon. Van-e itt valami dokumentum? Nem látom, nincs. Szuk! Előre. Kenko! Mi a... What the... Mi? What the fuck?! Viszont az nem lesz jó, mert hogy Kenko nem tud mozogni, akkor nem tudjuk megcsinálni a küldetést. Direkt arra számítottam, hogy lesz egy tankom, meg lesz egy mesterlövészem. Megpróbáljuk odébb vinni Svetlanát, lehet, hogy benne akadt el. What the fuck? És ezt se látjuk. Itt nincs tető? Ja, nincs. Akkor nem tudom, miért nem látjuk. Mondjuk, hogy ez a fickó még él és mozog, ezek szerint Svetlana nem nyírta ki egy lövésből. Ahogy azok, ott sokan vannak, oké. Okay. Oké, okay, Kenko így már tud mozogni, úgy ahogy. Svetlana! Mennyi?! Fucking hell, na mindegy. Paco, bújj el ott. Maradj. Abból össze tudna rakni, hogyha élne! Na őt kéne összerakni szegénykét. Nessie. Azok a rohadt ablakok, vissza! Egy fucking bazuka. Szuk, te a világ másik felén vagy. Mi ez a poszter? Nem akarom tudni. Oké, bazukás fickó, úgyhogy nem lőtt fejbe fél centiről a bazukával. Ennek azért örülök, nagyjából. Van egy másik. Ez elég... Egyértelmű lesz így, hogy nincs ellenséges. Oh fuck! Panzerkrein! Na jó, nem vízből hoztam Svetlanát meg azokat a bazukákat. Amikből az egyik ott volt a balánál. Nessie. Óvatosan fordulj meg és nézzük, hogy mi a büdös élet lőtt rád. Ó, hogy az a jó büdös, azokkal nem könnyű azért elbánni. Még ezekkel a Sniper Kleinekkel sem. Kenko, milyen messzire tudod lőni? Ó, oh, pont belég tudod lőni, remek. Jó. A másikat szétlőjük. Mennyi? Kapod egy 100-as lövést, meg így ránadod és még húzza. Azokat sem tudjuk megrúni, akkor ott van a kamion. Az a fickót jól is el fog vérezni. Legalábbis illene neki. De jöjjünk egyet oda. Jó. Ezt kivégeztük. Ezt nem így akartam, de jó. De már tudjuk, hogy a páncélkereknek leszarják az ilyen robbanásokat. Rakjuk rendbe a puskádat, ami meglepően gyorsan bedöglött. Na mindegy, legalább nagyjából előtte a sorozatát. Szuk. Paco, van advérzés csillapító, vagy ilyesmi? Nincs. Kenkónál sincs, Svetlanánál talán van. Ja, van kötszer. Tehát Paco, hogy be tudjuk futtatni a kötszerét, akkor talán meg tudja magát gyógyítani. De azt nem fogjuk tudni. Azt hiszem 10-et verzik körönként, hogy valami ilyesmi. 7-et. Azzal nem túl egyszerű befutatni úgy a harc kellős közepébe. Szuk! Bele az ellenség hátába. Where is medic?
De akkor lassacskán talán már azért fog látni. Utálom már ezt a vánsatolást. Tehát értem, hogy fejlővések minden, de azért egyrészt a fejlővések, hogy nem insta killelnek, akkor ne is nyírjanak ki legit. Másrészt meg azért az ellenség rendszeresen 20-as túlrőbb van, azért ennyit adhat nekem a játék, hogy nem döglök meg instant. Mindig. Mert valahogy mindig az utolsó lövés megy fejre. Ez ugye a másik, hogy 6-szor fejbe lőhetnek korábban, semmi bajod nem lesz, de hogy az utolsó fejre megy, akkor puff, meghaltál, felrobbantál véget. Na mindegy. Ilyenkor az egy rövid sorozatnak néz ki. Hát ezek szerint nem. Svetlana? Nessus? Ó, oh, megint emlékező filmes kapuci van rajtuk. Svetlana, szinted lépett, haha! Jó. Szuk. Ugor ki a dobozod mögül. Itt nincs senki. The fuck? Ennyire előre mindenki? Oké. Okay. Akkor kapjuk őket csekkbe. Kijöttem volna itt is. Ó, oh, Paco meg sem néztem, hogy még vak-e. Azt hiszem még igen. A szemüveg alapján. Komolyan? Még mindig azt hiszed, hogy ez működik? Ó. Oh. Meddig vagy vak? Ja, a világ mindenség végéig, oké. Okay. Akkor Paco az egész küldetésre vak lesz, mert nincs orvosunk, aki összerakja. Kenko, Kenko, Kenko. Oh, egy interrupt. Kenko. Pakót kiütöttük. Sikeresen. De az ellenséget is mondjuk. Azt hiszem, üdöltünk meg korábban a sniperrel. Szuk. Látsz valamit? Nem. Jöjjünk be ide, nézzünk körbe. Nessi? Felezzék be. Nagyjából. Mi? Kiszúrtál szukot? Hol is vagy? Ja, ott vagy, oké. Okay. Még én is ismerem a helyzetet, ők hogy ismerik? Rálőttek Kenko páncerkányra egy géppuskával, kicsit megsebezte, de nem vészes. Ez a Rodék kibírt ebből a szuperbazukából egy istenverte teli találatot. Messzire bénult. Az újra történjen a gáp tud. Svetlana, tölts újra, kezdj el manőverezni erre. Kenko. Rövid sorozat. Találd el, kérlek. Annyi szerint, hogy a játék kiírja. Oké. Okay. És bedöglött a fegyver. Szuk, rajtad a világ szeme. Az egy darab páncéltől rakítat kritikusan megsérült. Remek. Tehát még ki fogja ülni Nessit. Mondjuk ugye Nessie meghal, akkor ebből viszont újra töltés lesz, mert két ember nem tudok pótolni a csapatokban, nincs rá pénzem. Ez meg azért nem az a pontja a játéknak, ahol nem teljes csapatokkal még lehet játszani. Oké, valamiért nem lőtt rá Nessire. Még van remény. Meddig vagy mozdulatlan?
Még egy karig, remek. Jankó, csináld meg kérlek a géppuskádat, és végezd már ki azt a szerencsétlen! Hány HP van ezeknek? The fuck, Jankó. Hány HP van úgy ezeknek? Szerintem, hogy valaki eléd a vágt pofán. Szuk, újra tudsz tölteni nagyon gyorsan. Hát igen, csak utána eltalálni a problémás fele. Kezdjünk el futni a páncélkány felé. Reméljük, hogy nem lövik le Kenkót szukott fordulásból. Apropó Kenko, Abala úgyis halott. Ezt nem tudom, hogy csináltad, mert az rohadt módon Rage-en kívül volt. Na mindegy, amikor mellé kell lőni, akkor ki tudnak lőni a hatótávukból. Amúgy tetszik, hogy itt figyelmezted Svetlana, hogy itt minden tele van robbanószerrel, és hogyha itt felrobban valami, akkor nem marad semmi dokumentumokból, én meg lazán lövözgetek az aknavetőimmel. Meg a bazukákkal. Nessie, fordulásból. Wow. Nessie, emberek. Aki még nem ismerte volna, Nessie. Szuk! Menj meg Nessit! Hány HP van ennek is a tér? Remek. Nessie futás! Elő fog venni egy szuper meg a sorozó pisztolyt és meghalsz. Összerencsétlen végigküldtük a félpályán. Ez rohadék valahogy még mindig él ugyebár. Kenko! Ezt azért már nem élte túl, hála az égnek. Fiat, felkapja a bazukát és fejből vilja leszukat. Nem, hála az égnek. Na! Szok, bújj el! Fuck! Még nem szúrt ki, ez jó. Nessie? Még mielőtt ő hozzá ennyi? Nem. Először lootolunk. De fucking Abola ezért halt meg. Alig voltak. Fuck. Na mindegy, hagyjuk abba a harcot. Van valahol doboz vagy ilyesmi? Azért felderítjük, hogy van-e valami, amit tudunk használni. Ez itt azt hiszem robbanóanyag, szóval nem lövünk rá. Nem tudjuk kinyitni. Szokásos tolvajkulcs megoldásunkkal. Mi az a feladat, amit robbantsam föl? Oh. Az ilyen feladatokat szeretem, és most van is az a hangulatom azon, hogy kilőtték szegény Abalát. Jó. A páncélkánynekkel fogjuk vezetni a robbantási adműveletet. Kenko szintet lépett. Jó az, hogy ki tudod szagolni az aknákat, néhány életet megmentett volna régebben. Sőt, olcsóban is tette volna az orvosi számláimat, ami a legnagyobb haszna lenne. Oké, az egy doboz. Vagy sikeresen meglőttem. 100%-ot írtam! Még jó, hogy vigyáztam, hogy ne robbantsam fel a nem létező dokumentumokat. Trü-trü-trü-trü. Innentől nem lesz ingyenes kiszállítás. Kezdem azt mondani, hogy valaki nagyon nem szerette az Amazon verseg a fejlesztőknél. Ó, ott vannak a nagy robbanóanyagok, azt kéne eltalálnunk. Azt nem tudjuk eltalálni attól a konténertől, de hogyha viszont meglövöm azt a hordót ott... Nessie! Hála az égnek.
beszél. Tudom, hogy Nessie-nek kell szólnom, hogy robbantást akarok. Ami azt jelenti, innentől fogva vele csináljuk. Valakot azért Svetlanával lőjük el, mert semmi kedvem berohangászni minden közé, meg minden. Ezt jól megaszontam. Tetszik az újratöltés is bevittem. Na, mit semmisítsen még meg? Már nem maradt sok minden. Nem. A hordó! Mi a... 100%-os lövéseken meg fel valahol. Na. Haladjunk befele. Kenko. Tűz. Kenko, szedd ki a lekvárt fegyveredből. Svetlana. Nem tudtuk volna egyébként ehelyett eladni ezt az épületet, mondjuk? Ó, hogy az ott még áll. Ó, hogy abban még be sem néztem, hogy ott mi van. Ott van két szekrény, ha jól látom. Nem, rosszul láttam. Na! Tényleg? Szuk, gyere ide, nézz körbe! Mi van itt benne? Hogy felrobbant volna a kezében. Na, akkor újra töltöttem volna. Na, lássuk! Miből élünk? Ez egy eléggé drága pisztoly. Ezek elég jó tárak. Egy eléggé drága pisztolyhoz, tehát ebből talán lesz pénzünk. Egy karabély. Még egy karabély, most pénzt gyűjtünk másleg, mert kell egy új medik. Tehát minden szart összeszedünk. Paco, neked volt egy sturmgevéred. Hozzá megfelelő tárakkal. Meg egy MG-d. Már megkapod Abala M20-as bazukáját. És hozza a páncéltörő rakétákat. Meg volt pár gránátod is, de azok nem olyan fontosak. Nesze itt egy. Ami azt jelenti, inkább legyen ez. Szuk! Neked nem ártana valami hosszú távú fegyver. Bár ez sem rossz hosszú távra egyébként. Lehet, hogy megtartjuk. Lehet, hogy egyszerűen megtartjuk, ja. Ami azt jelenti, mert van egy bazukánk, miért ne? Meg erőjük ezt a páncérfa... erőjük ezt az RPD-t. Ez RPD amúgy milyen Paco MG-hez képest? 2748 damage, 2745, tehát ilyen szempontból jobb. 36-os áttörés, azt hiszem az MG 40 volán is, 46-os, tehát páncerkének ellen szarabb. 100-as tárlóperál, az MG azt hiszem 75-össel, igen. És mennyibe kerül egy short burst? 15. Ezen pedig 16. Megtartjuk az MG-t, maradunk a németeknél. Mondom ezt úgy, hogy a felszerelésen fel szovjet. Ez a bazooka aztán nagyobb, mint a piát. Nem, ugyanakkorák. Viszont el tudom rakni ezt a DP-t, hogy ezt visszarakom az inventory-ba. Meg ezeket a bazooka, hogy is hívjákokat is. Rakétákat. Mit tudunk még elrakni, ami nem ártana? Ó! Na jó, mint a golfozni mennél. Mint a Pardusnak öltöztél volna. Egy ilyen tárat elrakadnánk Enkóval, újra töltünk, ezt gondolom azért egy tárba fog kerülni. Jó, ezt elrakjuk helyette. Sajnos a páncerkányt ugye nem tudtuk elkötni. Elrakunk egy FG-42-est. És azt hiszem körülbelül ennyi fért el mindenkinél. Ide berakunk pár tárat, mert elfér. Na. 9200 duka... dollárt kaptunk. Ez ki? Ó! Oh. Szia, Stevens! Szia, Stevens!
Baradocskám, hogyha én elkezdek téged rázni, az nem fog annyi ideig tartani. Van 5 sétáló tankom a garázsban. Melyik álljak rá a lábadra? Ó, akkor ez az utolsó küldetése. Jókor halt meg abban a fák! Oké. Ez én kasszámba jön ki tényleg, vagy Boris folyósítja a pénzt? Százezer! Na jó, Boris. Rekvirálnék egy kis pénzt, ha nem gond. What? És honnan a büdös életből szedjem össze azt a pénzt? Jól látom, hogy 100 000, ugye? Nem tudom kifizetni, nem 10 000, 100 000. Ja, 100 000. Ez egy remek kérdés. Viszont annak a küldésnek nem megyen neki addig, amíg nincs teljes csapatom. Mind a kettő SVT-n egyenes, ugye? Igen, oké, akkor ezt a kettőt eladjuk. Eladjuk ezeket a tárakat. Eladjuk ezt a pisztolyt. Eladjuk ezeket a puskákat. Újra töltögetünk másnak, ezt még küldésen kellett volna, és akkor többet tudok hozni. Na mindegy. Eladjuk ezeket a puskákat. Innen nem adunk el semmit. Eladjuk ezeket a fölös tárakat. Eladjuk az FG-t. Eladjuk az FG-t. Eladjuk ezt a géppuskát, ezt a géppuskát, ezt elővesszük. És eladjuk a piátot, eladjuk a piátot, rakétástól. És 41 rugón van. És ebben még fel kell venni egy mediket, és össze kell raknom a csapatom az orvosnál. Nem tudom megölni. Mi a büdös élet? Úgy komolyan. Jó, hát fölveszünk egy mediket, mert az utolsó küldetésre esélyünk sincs, nem teljes csapattal, ahogy ismerem ezt a játékot. Még az is elég baj, hogy nincsenek jobb páncerkányaink lézerágyukkal. Kit vegyünk fel orvosnak? Hát tudom, hogy keresztre feszítenétek, hogyha nem tenném meg, úgyhogy... Gary, gyere! Mondjuk lehet, hogy nem kellett volna adnom az összes. Minek van itt neked ez a fekete fadildó? Jó, barna. De what the fuck? Na mindegy, lehet, hogy nem kellett volna adnom az összes puskát, hanem adnom kellett volna neki egyet. Viszont ebből úgyis volt, hogy random encounterozás lesz, feltételezem. Úgyhogy menjünk, csináljunk egy random encountert. Összeadjuk a páncerkájneket, Garynak szerzünk egy fegyvert legalább. Csinálunk egy random encountert ma, aztán holnap, aztán legközelebb kiderítem, hogy mi a fene van. Kenkóta igazából akármelyikbe beszállhatsz, szállj be mondjuk abba. Semmi kedvem szarakodni a javító animációval. Mindenkinek a felszerelése van csak. Nesznél van pár tár, ami nem kell neki, azt hiszem. Ja, na mindegy, nem túl sok. Menjünk, keresünk egy encountert. Mi szerintünk le valami szerencsétlen, de Etonban még keveset voltunk. Aztán ezt csináltuk a legutóbb is. Ja, ránézésre igen. Na. Mindenki, aki tud, fut. Na, ezt egy kicsit előbbre jössz, aztán hasra vágod magad, mint rohadt élet. És elveszed az értelmes fegyveredet. Szuk, úgy szintén. Svetlana. Legyen egy headshot. Megkockáztatjuk. 71%. Azt a rohadt, mit repült szegényke. Szerintem már a min... szerintem már a minuszom van. Mit tart ez? Egy eléggé elavult géppuskát. Nem ugrik be a típus. Paco. Reméljük, hogy most nem lőnek fejbe és nem vakulsz meg az első 3 másodpercben. Állj pozícióba a géppuskáddal. Kenko. Kezdjél lemetelni arra. Gori. Gari? Ne ölesd meg Pakót!
200%, imádom ezt a puskát. Mondjuk legalább gyorsan lehet vele lőni, de akkor is. Nessie, most spórolunk a lőszerrel úgy, ahogy. Mondjuk én olyan nem tudok, tehát nem tudom, hogy ez meddig fog tartani. Jó helyen vagytok, oké. Okay. Maradjatok csak ott, nyugodtan. Igen, igen, szerinted is jó ötlet, ugye? Maradj csak. Nem találták el. Halleluja. Van még egy. Gary, megvan az első ellenséged. Hihetetleneld meg. Paco? Kezdem azt inni. Nem jutottam meg a fegyveredet. Na mindegy. Mi a... Gary szinted lépett. Imádom ezek az első küldetéseket. Ezek az instazintlépések, amikor akárki más csinál valami értelmeset. Szeretlen a felemelt egy követ? Szintlépés! Placs. És még rajta is van egyébként testpáncél. Az egy... hogy is hívják volt? Egy Browning. Egy bar. Nem! Ne kezd! Csak egy minimális szintű értelem kell hozzá. Lőjük fejbe. Na jó, lőjük meg úgy, hol. Gary, nem hiányoztál. Szuk. Kezdj el kerülni, hát van még valaki. Aha! Ott egy valaki. Lőtt egy sorozatot, jól adom egy MP-ből. Oké, akkor nem mozogtam. Na mindegy, nem is kell, Svetlanával ki fogjuk lőni ezt a fickót, aztán kész. Ó, ezen még sokan vannak! Egy enemigo! Gary? Már kezdi. Nincs épp szétlőni a fejét. Oké, vissza. De ez szerint nincs épp, mert nem interruptol, tehát Nessie-nek könnyű lesz a dolga. Bár amúgy is adott volna interruptot, ja, csak a sziklát nézi a hülye. Most már semmit se néz. Gary szintet lépett. Notice-olja az improvementeket. Jó. Svetlana. Oké. Snook admirális. És észrevették. Na jó, az MP azért nem a legnagyobb fenyegetés a világon. Ezért legit egy MP-vel lő. Viccelődtem, mert ugyanaz a hangja, de nem, ez legit egy MP-vel akar onnan eltalálni. Oké. Okay. Lőjünk vissza rá. Svetlán, át tudod lőni a pályát? Jop! Át tudod lőni a pályát. Aztán nem volt meg, mert nem akadt le a fizikai motor, szóval, Paco. Nem láttam vért, tehát vagy nem találtuk el, vagy még él. Vagy még él. Nem zöld a leaf gomb. Ja, Svetlán kilőtte a kezéből a fegyvert. Paco. Oké, ez egy dicsőséges győzelem volt. Kicsit olyan volt, mint a fogolytáborba öltük a menekülő foglyokat, akik baltával próbáltam megtámadni. Legalább olyan dicsőséges győzelem. Derítsük fel az összes lootot szukkal. Az ott mi a jacskét szikla, aminek fura alakja, az nem egy nyitott doboz. Gary, az a baj, hogy ezek az inkántörök kb. Kevesebb pénzt termelnek, mint a lőszer, amit elhasználunk rajtuk. Majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz használható, mert ezek rohadt módon elavult felszerelések. Mi volt zang? Na mindegy. Viszont én nem mondom vagyok, hogy már kb. Ennyi fért bele.
Ez volt egy már a barna, ez volt már a Let's Play Science on Sentinels. Meglátjuk, legközelebbre kideríteni, hogy van-e más módja ennek a befejezésnek, mint az, hogy ennek a fizónak fizetek 100 000 dollárt, mert sose fog összejönni. És találkozunk a legközelebb. Addig is, hogy szandlátásra!